Minden hívő számára saját szent könyve, profétája szent és sérthetetlen. Ezt mi hívők tudjuk, de tudják a mi kritikusaink is, és éppen azért beleszállnak a szent könyveinkbe és profétáink életvitelébe. Próbálnak fogást találni, és ezzel bizonyítani, hogy mi hülyék vagyunk. Ezek a kritikusok a proféták életét egy mai ember normái szerint ítélik meg, mintha ma élne, a mai normák szerint. Tehát kiveszik abból a korból, ahol, amikor az a proféta élt. És a körülmények közül is kiveszik. Így hát megkritizálják Ábrahámot, szellem, hogy feláldozta Izmájelt a zsidóságban, Izsákot, megkritizálják Mohamedet a 13 feleség miatt, és hogy Aisát 9 éves korában vette el, de fogalmuk sincs arról, hogy abban a korban mi volt a norma, egyáltalán hogy számították az életkort, mit mettől kezdve számították, Tehát, és milyen háttéresemények zajlottak. Fogalmuk sincs. De a mai kor normái szerint mindez, amit tettek, ez egy égbe kiáltó bűn, és mi hülyék, mi ezt követjük. Mi ez alapján vonunk le isteni parancsokat. <laughs> Tehát a lényeg, hogy távolságot helyezzenek Allah, az egy és a mi profétáink közé. Innal az énajak furúna billehu a Olya Juriduna anyi jufarekú beina Allahu a Rusuli, olajakuluna nuuminu bibádinu a nagfuru bibádin, olajjuriduna anyi takazú beina Zalika Szabila. Azok, akik tagadják Allahot, az ő profétait, és el akarják választani Allahot az ő profétaitól, mondván hiszünk néhányban és tagadunk néhányat. Ezek között akarják az utat venni. Ule ike humelkáfi rúna hakkan, vátadnál káfina a Ezek ők a hitetlenek valóban. Előkészítettük a hitetlenek az iszonyú büntetést. Íme itt a távolság, mint be akarnak helyezni a kritikusok Allah és a proféták között. Hm. Tehát gyakorlatilag a múltra vonatkozólag negatív diszkrimináció alá helyezik a profétáinkat, és a jelenre vonatkozólag pedig a torz identitásokat, az LMBTQ-t és egyebeket pedig pozitív diszkrimináció alá helyezik be a mainstreambe. Hát az röhely, micsoda világot élünk. Tehát emelre fel kell néznünk, de a múltra, akik a sugallattal hozták a kinyilatkoztatásokat és a parancsokat, melyek szerint élnünk kellene, le kell nézni. Aztakhulallah. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.